Tavaszi vasárnapokon a vitorlázó repülés híveivel népesül be a hármas határhegy. Útra készen a kétüléses fergeteg. Ezt a vitorlázógépet motoros repülő vontatja fel. Fejlődik a népi vitorlázó repülés. Vas Zoltán osztotta ki Győrben az országos vitorlázó repülőverseny díjait. A múltban úri sportnak számító vitorlázás ma egyre népszerűbb a dolgozó fiatalság körében is. Az ország több helyén működő vitorlázó repülőtáborok legjobbjai Győrben ünnepi bemutatót tartottak. Repülőnap Budaörsön. Október 3-án több mint 50 ezer főnyi nézőt népesítette be a budaörsi repülőteret, hogy tanúja legyen a népi demokráciánk legnagyobb repülő bemutatójának. August Lajos vitorlázógépének bátor és szép légi bravúrja a repülőnap egyik legszebb száma volt. Tudása és rátermettsége legszebb ígéret a fejlett és erős magyar repülőélet megteremtésére. Alig több mint három hónap van vissza az Európa-bajnokságig. Ez a fölkészüléshez elég vagy kevés? Hát majd utána megmondom, hogy elég volt-e vagy kevés. Azt hiszem, hogy ez még pont időben van a csapat, hogy megkezdjük a műrepüléseket. Ugye július 6-án lesz az EB-nek a megnyitója, onnantól két nap múlva ugye kezdődnek a versenyszámok, de előtte már lesz egy megmérettetés májusban Péren, megrendezzük a nemzeti bajnokságunkat. Ez egyfajta szelektáló verseny is, mert a utazó csapatnak három tagja már adott, ugye akik a világbajnokságon tavaly eredményt értek el, a másik három hely kiadó, ezt a nemzeti bajnokságon próbáljuk majd betölteni. Világbajnokságot említette. Hát az igen szépen zárult tavaly, egyéniben is, csapatban is. Mire lehet az idén számítani? Hát ugye megpróbáljuk megtartani ezt a jó szokásunkat, hogy azért legalább érmeket hozzunk a versenyről. Magam részéről ugye meg kéne védenem az Európa-bajnoki címemet, azt azért szeretném. Hát a csapat pedig ugye eddig a legjobb helyezés az második hely volt csapatban az Európa-bajnokságon. Próbáljuk hát, meg sikerül szerezzünk majd az első helyet is. Tavaly évben egy egész jó kis gárdát sikerült összekovácsolnunk. Igyekszünk a vitorlázó műrepülésbe az utánpótlás szóhoz jutni, tehát a tavalyi évben is ugye 8-an voltunk a világbajnokságon, abból 4 olyan pilóta volt, akinek tulajdonképpen az első szárny próbálgatásai voltak. Az idei évben is rájuk alapozzuk a jövőt, tehát ugye a Katona Sándor, a Szilágyi János és jó magam már fixen ugye benne vagyunk az utazókeretbe, és a fiatalok közül van 5-6 olyan pilóta, aki szóba jön. Abból 3-at fogunk tudni a nemzeti bajnokság alapján kiválasztani. Tehát azt merem mondani, hogy egy ütőképes gárdával fogunk kiutazni Csehországba.
gépparkunk még mindig az az egyetlen egy Swift típusú repülőgép, ugye ez a válogatott keretnek a tulajdona, ezzel repülünk, de szerencsére ez az országban most már más társaság is mozgolódik, úgyhogy van egy kétüléses Fox típusú repülőgépünk, ezt fogjuk mi bérelni. Tehát a válogatott keret kibérli attól az adott repülőiskolától, és ezzel, tehát a két repülőgépet próbálunk együtt dolgozni, mert egy gépet 6-8 embernek repülni az borzasztó. Tehát egyrészt egész nap ugye kint vagyunk edzőtáborokban, másrészt meg azért a repülőgépnek is vannak bizonyos korlátjai. Hát még 2,5 millió hiányzik ahhoz, hogy az Európa-bajnokságra ki tudjunk menni. Optimista ember lévén úgy gondolom, hogy azért sok, tehát ugye járunk repülőnapokra, onnan bejön némi kis pénz. Van ígéret, hogy jövő héten, pont jövő héten mehetek egy szponzori tárgyalásra. Ha az összejön, akkor ezt az évet azt mondom, hogy megúsztuk, de hogy még mi lesz egy pár év múlva, azt nem tudom.